Válság után, válságban. Javaslatok, célrendszerek. Ezzel a cimértett fejlesztéspolitikai javaslatokat a Pécs Baranyai Kereskedelmi és főtitkára. Rapszabolcsa a gazdasági önkormányzat honlapján tette közzé elképzeléseiket. Azt mondja, várják már, hogy a kormányzati fejlesztési biztos benyújtsa a dél vonatkozó gazdaságfejlesztési terveket, ami elindíthatja a fejlődést a régióban. Nagyon várjuk, hogy a kormány elé kerüljön végre a kiválasztott régiók kormánybiztosi, kormánybiztossági anyaga. Amennyire mi ismerjük a, a dél-dunántúli, az egy kifejezetten jó anyag. Az kell ahhoz, hogy Debrecen az elmúlt öt évben 17-szer annyi forrást kapott, mint dél-dunántúl, tehát ez a dél-dunántúli fejlesztési stratégia, fejlesztési anyag kell ahhoz, hogy ez a trend ez nem Debrecen kárára, hanem Baranya Somogy és Tolna javára egy picit megváltozom. Jelenleg Baranya a megyék rangsorában az utolsó között van a gazdasági teljesítmények alapján. Ezen változtathatna a fejlesztések megindítása. Rapszabolcs azt mondja, vannak saját fejlesztés szolgáló javaslataik is. Ilyenek például a bürokrácia csökkentés, az adminisztrációban a fekete gazdaságnak a visszaszorítása. Humán erőforrásban mi továbbra is kiállunk amellett, hogy a, a középfokú szakképzésben ő, kell a, a megyékbe érkező forrásokat elképesztő módon megemelni. Milyen jó lenne, hogyha az egyetemi fejlesztések mellett létrejön egy olyan szakképzési centrum, ami egy modern épületben uszodával, sportlehetőségekkel, fél laborokkal és a vállalkozóknak egy ipari parkjának a közelségében működik. Így a középiskolásoknak sokkal vonzóbb lenne a szakmatanulás, hiszen naponta találkozhatnának a laborokban, cégek irodáiban a legújabb technológiákkal. A főtitkár kiemelte azt is, hogy a helyi felsőoktatási kínálatot úgy kell alakítani, hogy az kiszolgálja a helyi gazdaság igényeit.